Maratoni hosszúságú közmeghallgatással egybekötött ülésen tárgyalták kedden a Vármegyei Közgyűlés tagjai Szabolcs-Szatmár Bereg aktuális legfontosabb ügyeit. Az eseményen kulcsfontosságú téma volt a közfoglalkoztatás és a munkaerőpiac aktuális helyzete a Vármegyében, amelyről Kocsis László, a kormányhivatal foglalkoztatási, foglalkoztatásfelügyeleti és munkavédelmi főosztályának vezetője adott tájékoztatást. Sesták Oszkár, a közgyűlés elnöke azt mondta, komoly eredményeket sikerült elérni az utóbbi években, most azonban újabb kihívások jelentkeznek. Az, hogy a képzett munkaerőt biztosítani tudjuk a vármegye munkaerőpiacán, az további fejlesztéseket igényel a oktatásban, a szakképzésben, de a vármegye illetőségébe tartozó Paktum Plus programban is, munkahelyi Paktum Plus programban is, ahol olyan képzési programokat kell indítanunk, hogy a munkaerőt megfelelően fel tudjuk készíteni a munkaerőpiacon való belépésre. Összességében pozitívak a tendenciák, viszont új kihívások vannak. Elhangzott persze az, hogy milyen külföldi munkavállalók jelenhetnek meg a munkaerőpiacon. Biztos vagyok benne, hogy minden olyan lépést megtesz a magyar kormány, a munkahogyi főosztály, hogy a külföldi foglalkoztatottak csak végső esetben jelenjenek a Vármegye munkaerőpiacán. Adorján Béla, a Jobbik Momentum képviselője szerint a jelentős munkaerő elvándorlást csak úgy lehet megállítani, ha a Vármegyében komoly bérfejlesztés történik. Azt tudjuk, hogy Szabolcs-Szatmár Bereg megye rendkívüli exportőre a nyugat-magyarországi, illetve a nyugat-európai munkaerőpiacnak. Jó képzett, szakmailag felkészült szakemberek vándorolnak el, és ennek a legfőbb oka az, hogy Szabolcs-Szatmár Bereg megye az országban az egyik leggyengébb fizetést produkáló megye. Bőven elmaradunk az országos átlagkeresetektől, amin, hogyha nem tudunk változtatni valamilyen módon, például azzal, hogy a kormányzat olyan döntés sorozatokat hoz, amiben szorgalmazza a hátrányos helyzetű térségeken, például az adófizetési kötelezettséget a foglalkoztatók számára, hiszen egy munkahelynek a megteremtése jelentős mértékű kiadással jár egy munkaerőpiaci kérdéskörben. Lipők Sándor, a Fidesz-KDNP frakció vezetője egyetértett abban, hogy a Vármegye jelentős munkaerőtartalékkal rendelkezik. Hozzátette ugyanakkor, ahhoz, hogy újabb komoly befektetők érkezzenek a régióba, a villamos energia hálózat átfogó fejlesztésére van szükség. Itt elsősorban nekünk az autópálya az megérkezett a térségünkben rendelkezésre áll, de ahhoz, hogy a befektetőket fogadni tudjuk, itt energiára is szükség van. Gáz, villamos, víz, szennyvíz kérdésére gondolok elsősorban, és itt elsősorban, amiben mi a Vármegyében gondba vagyunk, az a villamos energiának a kérdésköre. Ez a villamos energiával, ha mi tudunk foglalkozni, ennek a feltételét, az energiaigényt meg tudjuk teremteni, akkor számíthatunk kínai befektetőkre, amennyiben ezt nem tudjuk megteremteni, akkor nem. Ez egy kitörési pontja is lehet a megyének, hogy az a szabad munkaerő kapacitás, hiszen azt mondhatjuk, hogy Kelet-Magyarországon, itt a mi megyékben még van szabad munkaerő kapacitás, ezért ide tudjuk hívni, ide tudjuk csalogatni a befektetőket. A közgyűlést a vidékfejlesztési program aktualitásairól Kaponyás László, a Vármegyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztési Főosztályának vezetője tájékoztatta. Veres János szocialista képviselő reagálásában kifejtette, a mezőgazdaság előrelépéséhez a Vármegyének nagyobb mértékű öntözésfejlesztési támogatásban kellene részesülnie. Az ország összes benyújtott pályázatának a 18%-a volt a mi megyénkhez köthető, de az elnyert támogatásoknak csak 11%-a a mi megyénkbeli. Azaz relatíve kisebb beruházások kötődnek a mi megyénkhez, mint az országos átlag, és én azt forszíroztam, hogy jó lenne, hogyha minél több olyan öntözéses beruházás kapna támogatást a jövőben is, amely révén a megyében bővülhetne az öntözhető területeknek a nagysága. Rendkívül fontos ez azért is, hiszen a megyei önkormányzat elfogadta azt a revitalizációs programot, amelynek eredményeképpen lehetőség lesz olyan területeken is öntözni a jövőben a megyében, ahol korábban nem volt lehetőség. A képviselők a keddi közgyűlésen újabb topos forrásból megvalósuló beruházások költség növekményigényét fogadták el. Emellett meghallgathatták többek között a Magyar Máltai Szeretetszolgálat idei vármegyei tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a Vármegyei Értéktár Bizottság 2023-as összefoglalóját is.